a modernkori társadalom eljutott odáig, hogy miközben egyre több és több dolog vesz minket körbe, egyre kevesebb dologról szeretnénk tudni, hogy hogyan is működik valójában. Elég -e nézzünk egy példát, amikor valaki a jogosítványát csinálja. Kit érdekel ma már az, hogy hogyan is működik egy autó, vagy egy motor? Kit érdekel a műszaki vizsga? Legyünk őszinték, hányaknak púpa hátán a műszaki vizsga? Nem olyan érdekes, hiszen mindenről van egy indikátor. Majd az kiírja nekünk, hogy mi a gáz. Aztán majd fölhívunk valakit, aki majd odajön is megcsinálja. De én még az a régi típusú motoros vagyok, aki szeretem tudni, hogy ha felülök a motoromra, az hogyan működik. Hogy ne lepődjek meg, ha esetleg egyszer ledobná a láncot. Vagy ha ledobná, akkor tudjam, hogy miért történt. Szóval tudjam, hogy mit kockáztatok. És számomra így működnek a pénzügyek is. Engem érdekel, hogy mi folyik a gazdaságban, és szeretem tudni azt, hogy mi vár ránk. Engem nem az érdekel, hogy mit mutatnak az indikátorok. Engem az érdekel, hogy milyenek az útviszonyok. Engem az érdekel, hogy milyen a gumiabroncsomnak a tapadása. És engem az érdekel, hogy mennyi üzemanyagom van, hogy ezt hogyan tudom beosztani még az úton. Ha ezeket tudom, akkor nagyjából. Ez alapján ki tudom silabizálni, hogy odaérek, vagy nem érek oda. És persze mindig lesznek váratlan tényezők. De egyetlen egy indikátor sem fogja tudni előre meghatározni az összes váratlan tényezőt. A mai műsorban tehát a gazdaságról fogunk beszélni. És a gazdaságot fogjuk úgy összerakni, hogy értsétek térben és időben, hogy hol helyezkedünk most el a saktáblán. Sziasztok! Én fájján nem vagyok ez pedig itt a kriptovalász. Szeretném elmondani, amit úgy is tudtok, hogy van egy zárt Discord közösségünk, amihez az út a Patreonon keresztül vezet. Ebben a Discord közösségben nagyon sok mindent meg szoktunk beszélni, például projekt szavazásokat indítunk, és a projektszavazások útján dönt a közösség arról, hogy milyen új altcoin projekt bemutatókat készítsünk hétről hétre. És ebben a közösségben szoktuk megbeszélni a kapcsolódó hírekhez, illetve a kapcsolódó piaci aktualitásokhoz kapcsolódó nézeteinket. Itt van az tehát, hogy többen ma már azt mondják, hogy nagyon örülnek, hogy tagjai ennek a közösségnek, hiszen ez védte meg őket attól, hogy elköltsék a pénzüket ebben az eső. Trendkörnyezetben, ahol nagyon sokan pedig arra buzdították őket, hogy éppen vegyenek ezt, vagy éppen vegyenek azt. Nem véletlen tehát, hogy ez hazánk legdinamikusabban bővülő zárt kriptoközössége. Amihez, hogyha szeretnél, az út a Patreonon keresztül vezet, és nem véletlen, hogy a VIP tagságot választják a legtöbben, hiszen azzal minden szobát és minden anyagot elérsz a Patreonon, illetve a Discordon, például a hétvégi on-chain analitikai elemzéseinket is, amiben beletesszük azt, hogy éppen mi történik a kriptopiacon, kiegészítve azzal, hogy mi történik a globál gazdaságban, hogy tudjatok róla, hogy mi várhat ránk. Ugye tudjátok, az elemzések nem jóslások, itt mindig A, B, C, D forgatókönyveket kell gyártanunk, mindig tudnunk kell, hogyha 20 ár lép f re akkor mi mit fogunk lépni. És hogyha szeretnétek, akkor titeket is várunk ebben az átközösségben. Amit pedig szoktam mondani, tudjátok, hogyha nem szeretnétek lemaradni az ilyen jellegű YouTube tartalmainkról, célszerű csatlakoznotok ide a YouTube követői táborunkhoz, és azért szoktam azt mondani, hogy célszerű nyomni egy like a videóink alá, mert most már szerintem tudjátok egyre többen, hogy ennek van egy a közösségre visszaható ereje, hiszen mindenkinek az a célja, hogy felépüljön uh, hazánkban egy olyan kripto közösség, ami megfelelően van edukálva, és hogyha ez megtörténik, akkor nem olyan projektek fognak záporozni be a kripto, hazai kriptotérbe, Amely projektek mindenféle előképzettség nélkül lettek leszűrve, és aztán kerülnek be ajánlásként, hanem olyan projektek, amik már valamilyen szűrőrendszeren, úgymond humán szűrőrendszeren átmentek, amely szűrőrendszer az alapján építkezik, vagy abból táplálkozik, hogy van mögött egy megfelelő. Képzés. Tehát gyakorlatilag, hogyha tele vagyunk olyan ö, részvevőkkel itt a követők között, akik megnézik ezeket a videókat, és egyre képzettebbek a kriptopiacot illetően, akkor számíthatunk rá, hogy olyan projektek fognak itt záporozni a kriptotérben, Kis hazánkban, amely projektek gyakorlatilag már valamilyen szinten elő vannak ö, vizsgálva, és ez pedig mindenkinek az érdeke, ezért szoktam azt mondani, hogy célszerű ö, kattintani egy lájkot. Mondom, nem a lájkokban mérjük úgymond a sikert, szóval ez tényleg nem azt a célt hivatott szolgálni, hogy akkor ettől én érezzem jobban magam, hanem ez tényleg azt a célt hivatott képviselni, hogy az algoritmust kiszolgáljuk, hiszen minél több a lájk, vagy minél több a komment egy videó alatt, nyilván annál többekhez jut el célirányosan annál több kriptorajongóhoz jut el. És tudjátok, el szoktam mondani, hogy van nekünk egy e, tudásanyagunk, ez egy kripto videó tudásanyag, egy gyakorlati kripto tudásanyag, amivel gyakorlatilag mindenki a kezdő szintről följöhet a haladó szintre. Nagyon jó véleményeket mondtatok már az anyaggal kapcsolatban, nagyon sokan, akik e, hozzájutottatok, és tudjátok, hogy az anyaghoz tartozik egy 32 oldalas tanulmány, a 32 oldalas az egy e-book, és maga az e-book az bemutatja, hogy hogyan kell projekteket, kockázat értékelni, hogy nehogy az legyen, hogy valamilyen Csaló projekt áldozatává válik a pénzed, hiszen más kiülni egy veszteséget, meg más az, amikor teljesen eltűlik a pénzed. Szóval tudnunk kell mérlegelni a kockázati faktorokat. Hogyha szeretnéd, akkor az évindító kedvezménnyel ez az anyag, így álestúzámán elérhető számodra, és ennek az elérését megtalálod itt a leírásban, illetve a kommentben. Most pedig akkor nincs más hátra, mint hogy kezdünk. Ahhoz, hogy megértsük, hogy mi folyik itt a gazdaságban, egy kicsit vissza kell mennünk az időbe, úgyhogy elsőként egy időutazásra fogok most invitálni mindenkit. Nézzük meg, hogy hogyan alakult a gazdaságok egyik legreprezentatívabb értékmérője vagy mutatója, maga az S&P 500-as mutató egészen 1998-tól. Azért megyünk ennyire vissza, hogy érezhető legyen egyfajta hatásmechanizmus, amiről most beszélni szeretnék nektek. Ugye maga ez az S&P 500-as mutató, azok kedvéért mondom el, akik esetleg nem tudnák, maga az S&P 500-as mutató, az a, gyakorlatilag az... 500 legnagyobb ö, vállalatnak a kumulált indexe, tehát az amerikai tőzsdére bevezetett 500 legnagyobb vállalat árfolyam mozgásának a tömörítő indexe. Tehát nagyjából azt lehet mondani, hogy leképzi a gazdasági ö, mozgásokat, a gazdasági piaci környezetváltozásoknak megfelelően ez az index, ezért szoktunk gyakran erre hivatkozni. Nézzük meg itt a... Szándékosan nagyítok ebbe bele, még akkor is, hogyha egy picit emiatt a felbontása lehet, hogy rossz lehet magának a mutatónak. Hogy 1998-tól 2000-ig milyen meredekségben emelkedett. Ugye itt, amiket uh, látunk csak azok kedvéért, akik uh, nem járatosak ebben, egy-egy uh, hónapnak a gyertyái. Egy-egy hónap alatt láthatjuk, hogy volt benne sok emelkedés, volt benne sok uh, csökkenés, de leginkább emelkedő tendenciát mutatott egészen 2000-2001-ig a, a görbe. És hogyha megnézzük, ez az emelkedés akkoriban kifejezetten magas emelkedésnek számított, kifejezetten meredek emelkedésnek, majd beszélünk róla, hogy miért csak akkoriban. Aztán 2000-2001-ben jött egy gazdasági. Visszaesés. és sokan emlékeznek, ez kapcsolódott az ingatlan piaci de, de csatlakozott igazából a dotcom lufihoz is mondhatjuk ezt. Szóval elkezdődött egyfajta gazdasági visszaesés. Ez a gazdasági visszaesés akkor éveken keresztül tartott. 2000-től 2001-ig dölt el, hogy nem tartható tovább az állapot, és a gazdaság elkezdett hanyatlani egészen 2003-ig. Ha megnézzük, 2003-ban visszaesett a gazdaság konkrétan 1998, illetve az 1998 előtti szintre. És hogyha ránézünk, hogy mi történt ezt követően, akkor itt azt látjuk, hogy mintha egy kis forgalom élénküléssel, ugye a korábbiaktól megszokott mód, meg, a korábbiaktól eltérő módon egy a megszokottnál nagyobb mértékű forgalom érkezett be a piacokra, és elkezdett a piac visszaemelkedni. 2003, aztán jött 2004, 2005, 2006, 2007, és eljutottunk 2008-ig. Na, megnézzük, 2008-ban jártunk ott, ahol 2000-ben és 2001-ben. Bárhogy is nézzük, ez olyan, mintha rengeteg időt veszített volna a gazdaság. Mint hogyha eltelt volna egy csomó idő, és nem haladtunk volna se jobbra, se balra. És hogyha visszanézünk ide, hogy mit látunk, akkor azt látjuk, hogy ezután megint jött egy csökkenő tendencia. Ezt hívták a subprime hitelválság idejének. A subprime hitelválság arról szólt, hogy gyakorlatilag fedezet nélküli hitelek kerültek tömegével a piacra, mint kötvény formájában mint értékesíthető befektetési termékek, és aztán ez a lufia, hogy kidurrant, magával rántott rengeteg olyan bankot, aki hitt ezeknek például a, a finanszírozásában. Ez egy bonyolultabb történet, később uh, szívesen kifejtem. De amiről szól itt a történet, hogy látható, hogy ahogy elkezdett esni a piac 2008-tól 2009-ig, 2009-re, itt hatalmas volumenről van szó, ha megnézitek a volumen mutatót. Itt hatalmas volumenről van szó, és 2009-re, 1998 előtti állapotokra estünk vissza. Tehát ha megnézitek, ez a mély pont, ez 1998 előttre húzta volna vissza a világgazdaságot. Ekkor jött egy gondolat. Az amerikai jegybank, a Federal Reserve úgy döntött, hogy ezt egy húszárvágással megoldják ki kell lábalni ebből a bajból méghozzá nagyon gyorsan. Úgyhogy bevezettek egy akkor új keletűnek tűnő, de régi gondolkodás módon alapuló, bár azt egy picit átformáló üzleti modellt, amit elneveztek kvantitatív easingnek, pénzügyi könnyítésnek tehát. A pénzügyi könnyítés arról szólt, és most is arról szól, hogy különböző eszközöket vásárol az amerikai egyban. Később kifejtem, hogy ez hogyan működik és ezeknek az eszközvásárlásoknak az útján pénzt pumpál a gazdaságba. Ha valaki durvábban rákönyököl az enterre, akkor annál több pénz jön ki a gépből, a cső végén, tehát annál több pénz jut el a gazdaságba. Nézzük meg, hogy hogyan alakult a modellt követően maga az ábra. Ha megnézzük, a 2008-as, 2009-es subprime hitelválság nem tartott túl sokáig, 2010-re már nagyjából azt lehet mondani, hogy a 2008 év közepi helyzetben voltunk, és aztán 2011-12 tájára már megközelítettük az esés előtti szinteket. Persze tudom, hogy az években mérve nem is annyira kevés, de hogyha megnézzük, ahhoz képest, hogy mekkora válság kezdett akkoriban kibontakozni, viszonylag hamar lefaragtuk ezt a távot, és azt lehet mondani, hogy viszonylag egészséges volt ennek a lefaragásnak a viszonylag egészséges volt ennek a lefaragásnak a mértéke. Tehát itt tartunk, és azt lehet látni, hogy egészen 2000 2013-ig tartott, mire kijöttünk ebből. 2013-ig tartott, és 2013-ban, hogyha megnézzük, hogy hol tartott a gazdaság, akkor 2008-as szinteken, de ha visszamegyünk, akkor 2001-es, 2000-es szintekre jutottunk vissza. Tehát azt lehet mondani, hogy 2000 és 2013 között statisztikailag meg sem moccantunk, hiszen ugyanott voltunk. Közben lejjebb is ment a gazdaság, onnan visszajött, aztán megint lejjebb ment, onnan visszajött, de gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy 13 évnyi tempóhátrányba került az Amerikai Egyesült Államok. Közben letesztelték, hogy maga ez a kvantitatív easing elmélet, tehát maga ez a program, hogy pénzt pumpálnak a gazdaságba, igenis működik. Nézzük meg, hogy mi következett ez után. Folyamatosan még több és még több pénzt pumpáltak a gazdaságba, és aztán 2013 után. 2015-re már ténylegesen új csúcsra jutott a gazdaság. És ha megnézzük, menjünk tovább. Egyre meredekebb volt, ahogy látható. Egyre meredekebb volt a felfutásnak a mértéke. Egyre több és több pénz került be a gazdaságba. Egyre több és több pénzt nyomtatott a Fed, a Federal Reserve. És hogyha megnézzük, az emberi kapzsiságra vallasz, hogyha valami működik, hát akkor az miért nem működne még nagyobbba, még gyorsabban, úgyhogy elkezdődött ez még nagyobbba, aztán még gyorsabban, minden egyes visszaesést követően egyre meredekebben és meredekebben jöttünk ki ebből a krízis helyzetből, ahogy egyre meredekebben és meredekebben nyomta a pedált, vagy nyomta a gázpedált maga a fed. Aztán eljöttünk ide 2020 márciusáig, amikor kibontakozott a pandémia. A koronavírus hirtelen egy, egy nagy visszaesést okozott a gazdaságokban. Nem volt más hátra tehát, mint még jobban rátenyerelni az enterre, még több pénzt nyomtatni a gazdaságba. És nézzük csak meg, hogy azóta hogyan alakult ez a görbe, mennyivel meredekebb. Emlékeztek itt az elején azt mondtam, hogy 1998 és 2001-2000 között gyakorlatilag ez a meredekség, ez mondhatni egészséges volt. És hogyha megnézzük, akkor utána mindig nagyjából ezzel az egészséges meredekséggel épült vissza a gazdaság. De aztán látható, hogy egyre durvább és durvább meredekséget vett. Majd végül itt tartunk. A tavalyi év és a tavaly előtti év összességében azonos meredekséget követ. Nem akarta még egyszer azt az Amerikai Egyesült Államok, hogy gond legyen. Nem akarta még egyszer azt, hogy. Visszamenjünk az időbe, hogy visszatérjünk olyan gazdasági állapotra, amiben voltunk évtizedekkel ezelőtt mondjuk. Ezért nem volt más hátra, mint kőkeményen nyomni a gázt. De hogyha megnézzük, akkor most mégis történik egy visszaesés. Hát hogy van ez? Azt kell tudni a Quantitative Easing nevű programról, a pénzügyi könnyítésről, hogy ennek a programnak a keretein belül maga az Amerikai Jegybank, különböző eszközöket tud vásárolni. Ezek az eszközök lehetnek jelzálogkötvények, vagy jelzáloglevelek, lehetnek államkötvények, és lehetnek vállalati kötvények. Mit kell ezekről tudni? Főként most a vállalati kötvényekről szeretnék nektek beszélni. A vállalati kötvények azok hitelviszonyt megtestesítő értékpapír típusok. Ez azt jelenti, hogy egy vállalat, aki kibocsátja ezeket a kötvényeket, ő cserébe pénzt kap valakitől, de cserébe azt ígéri, hogy majd ezt a pénzt ő kamatos túl fogja visszafizetni, Erről egy ígérvény az ő vállalatának a kötvénye, amit kibocsátott. Nyilván a Fed nem úgy bocsát pénzt a gazdaságban, hogy táskás emberek azt valahol szétosztják. Legalábbis ez a feltételezés azért reméljük, hogy meg is áll. Hanem valamilyen garanciákért cserébe oszt pénzt. Ez a garancia, ez például amit elvár, az az, hogy legyen az államkötvény mögött fedezet, illetve az, hogy legyen a vállalati kötvény mögött is egyfajta fedezet, tehát működő cégek működő kötvényeit vásárolja meg. Ez jó feltételezés lenne, hiszen arra sarkalaná a gazdasági szereplőket, arra sarkalaná a vállalatokat, hogy akik a Federal Reserve-től pénzt kapnak a vállalati kötvényeik útján, ők ezeket a pénzeket, ezeket arra költsék el, hogy talpra állítsák a vállalataikat. Tehát, hogy arra költsék el, hogy még jobban profitot tudjanak generálni, még profitábilisabban tudjanak működni, és hogy úgy költsék el, hogy annak minden egyes centje az racionálisan szolgálja a gazdaságuknak, tehát a vállalkozásuknak az érdekeit. Hogy ne legyen ez túl bonyolult, itt arról van szó, hogy sokan kapnak pénzt, amit elvileg a működésükre kéne költeniük. Csak hogy itt az lett a kialakult helyzet, hogy nagyon sokszor, amikor eljött a kamatfizetési periódusnak az ideje, akkor ezek a vállalatok újabb és újabb vállalati kötvényeket bocsátottak ki. Ezáltal ezek a vállalatok gyakorlatilag ingyen pénzhez jutottak, ingyen kölcsönhöz jutottak, azt az ingyen kölcsönt vissza kellett fizetni, de a visszafizetést is ingyen pénzből tették meg. Hát legyünk őszinték, hogy melyik az a vállalkozás, aki utána arra sarkalható, hogy a pénzét megfelelően, megfelelő körültekintéssel, a kockázatokat reálisan mérlegelve költse el, hogyha igazából az a pénz az neki úgy multiplikálódik, hogy mintha egy ponzi séma épülne köré, hogy mindig, amit vissza kell fizetnie, arra kap újabb refinanszírozói kölcsönt, tehát mindig valamilyen újabb kölcsönből és kölcsönből fizetheti visszatartozását. Hát melyik lenne az a cég, aki, aki nem kényelmesedik el egy ilyen üzleti modellben? És nézzük meg, hogy hogy történik ez, amikor pénz kerül ezekhez a cégekhez, ugye, akkor ezeknek a vállalatoknak nő az értékük. Minél több és több pénz kerül ezekhez a vállalatokhoz, annál jobban nő az értékük, annál jobban megy föl a tőzsdei árfolyamuk, annál jobban emelkedik maga az SZMP mutató is. Miért megy föl ezeknek az árfolyama, ezeknek a vállalatoknak? Azért, mert ezek a vállalatok, amik megkapják ezeket a pénzeket, ő, nekik ez megjelenik gyakorlatilag a mérleg főszegükben. És mint a mérleg főszegükbe belanduló többlet, forrás, gyakorlatilag az ő vállalkozásuk, hiába ez egy kötelezettség, az ő vállalkozásuk ennyivel többet fog érni. És mivel ennyivel többet fog érni az ő vállalkozásuk, ez az ő vállalatuk, ennyivel többet fognak érni a részvényeik, hiszen a részvény tulajdonjogot testesít meg, ami azt jelenti, hogy a te tulajdonjogod annál többet ér, minél többet ér a mögöttes vállalat. Tehát folyamatosan ezzel elkezdték fölárazni a részvényeket a részvénypiacon mesterségesen. Majd beköszöntött ugye ez a pénzügyi jólét, ami már egyre meredekebbé vált. És ez a lufi elkezdett fújódni, de még mindig nem durrant volna ki, vagy nem durranna ki, ha nem jönne más Váratlan tényező ebbe a képletbe. A váratlan tényezőkről majd mindjárt beszélünk. Nézzük meg, hogy hogyan alakult a pénznek a pumpálása a gazdaságba itt a pandémia idején. Láthatjuk, hogy itt 2020. márciusában és áprilisában nagyon meredeken megindult a pénzpumpának a mennyisége. Ezt, ez, ez a statisztika, amit most nézünk, ez gyakorlatilag a Federal reserve tehát az amerikai egybanknak a mérleg összegét mutatja. A mérleg főösszegben látszik, hogy éppen mekkora volt a vásárolt, a bevásárolt eszközöknek a tartott mennyisége a Fed esetében, és láthatjuk, hogy ez a görbe itt ugrott meg 2020 márciusában, menjünk ide vissza az S&P-re, 2020 februárjában és márciusában kezdett el beszakadni keményen a piac. Tehát mit jelent ez? Hogy ahogy elkezdett beszakadni a piac, ők úgy oldották meg, hogy még több pénzt juttattak a gazdaságba. Minél jobban szakadt a piac, annál több pénzt juttattak a gazdaságba, annál nagyobbra fújták ezt a lufit, amiről az előbb beszéltem. Annál több ingyen pénzt juttattak ezekhez a vállalkozásokhoz. Persze a másik uh, módszer, amivel pénzt juttattak a gazdaságba, az az volt, hogy segélyezték a családok. A családonként tavaly az USA-ban körülbelül 50 ezer dollárt kapott, kapott egy, egy család, ami iszonyatosan nagy mennyiségű pénz. Ennyi pénzt kellett, hogy kinyomtasson ez a pénznyomtató gépezet, magának a Fednek a pénznyomtató masinája úgymond. Tehát ezzel a mechanizmussal, amit most bemutattam, ennyi pénzt hoztak létre. Azért is, hogy azokat, akik a COVID ideje alatt elveszítették az állásukat, őket többlet segélyhez juttassák. Csak hogy a többlet segély az arra sarkalta a potenciális munkavállalókat, hogy otthon maradjanak, illetve feketézzenek. Tudjuk jól, hogy a fekete foglalkoztatottság nem termel adóbevételeket az usa -nak. Így nagy mennyiségű adóbevételtől esett el az USA, miközben nagy mennyiségű segélyt osztott ki a rászorulóknak. És hogyha visszamegyünk ide, hogy uh, hogyan alakult a történés az elmúlt időszakban, akkor azt látjuk, hogy most elkövetkezett egy esés itt a piacon. Azt látjuk, hogy itt elkezdett pirosra át hanyatlani ez, a, ez a, az S&P 500 as mutató. Na most nézzük meg, hogy, hogy ennek ez, ez, ez miért van. Ugye egyfelől azért van, mert az USA elkezdett úgynevezett kamatokat emelni, tehát miközben azt mondják, hogy elzárják a pénzcsapokat, tehát megszüntetik ezt a pénzpumpát. közben elég sokan bepánikolnak, hogy hát akkor innentől fogva véget ér a gazdasági kánaán, és ezek a vállalkozások, amiknek a részvényeit elkezdték venni, hát a jövőben nem is fognak tudni úgy működni, mint ahogy tudtak működni az ingyen pénzből. Tehát elkezdik őket leárazni a piacon, elkezdenek szabadulni tőle, és elkezd beszakadni a piac. De a másik, ami kiegészíti ezt a mechanizmust, hogy elkezdenek emelkedni a kamatok. Elkezdi magát. Uh, nagyobb kamatozás mellett refinanszírozni az USA, így kevesebb pénzt fognak nyomtatni, és arra számítanak, hogy majd az államkötvényeiket többen fogják nyílt piaci kikiáltáson leegyezni. Ha az államkötvényeiket azt szeretnék, hogy többen jegyezzék le, akkor nyilván az elsődleges feltétel, hogy az maguk az államkötvények az infláció felett kezdjenek el teljesíteni, ehhez pedig kamatemelésekre van szükség, az államkötvényhozamokat meg kell emelni. Nézzük meg, hogy ez hogyan történik. Hogyha megnézzük itt az investing.com-on, most én már előre ide kattintottam, de azok kedvéért, akik ezt nem ismerik, ezt az oldalt, itt a, a bondsnál lehet megnézni azt, hogy hogyan alakul Amerikának a két éves, általában a két éves államkötvény hozamokat szoktuk gorcsó alá venni, hogy hogyan alakul az államkötvényeknek a hozama. Itt azért azt látjuk itt egy rövid nézetben, hogy ez viszonylag gyorsan váltakozik, hogyha egy órásra állítjuk, akkor pedig azt látjuk, hogy itt az elmúlt időszakban tendenciózusan emelkedik, miközben vannak benne kisebb visszatesztek úgymond, amikor, a piacon más kamatozás mellett is el kell az adott mennyiségű államkötvény, hiszen az államkötvényeknek is van egy piaca, ahol lehet velük kereskedni. De, hogyha megnézzük napi bontásban, akkor itt már jól látható a kép, hogy gyakorlatilag az előző negyed év vége óta emelkedik az államkötvényeknek a hozama, és hogyha megnézzük ezt heti bontásban, akkor itt még jobban látszik, hogy az elmúlt időszakban, tehát 2021 év végétől, 2021 decemberétől kezdett el igazán meredeken emelkedni az államkötvények hozama. Ez sokakat bepánikoltatott, hiszen legutóbb, amikor kifejezetten magas volt az államkötvény hozam, akkor hogyan is alakult a piac, nézzük meg, abban az időtájban, én bejelöltem, abban az időtájban elkezdett visszajönni a piac, ugye itt ez most heti grafikon nézett, tehát az S&P 500-nak a heti grafikonjait látjuk itt egy-egy gyertyában, és hogyha megnézzük, akkor azt lehet látni, hogy legutóbb, amikor kifejezetten magas szinteket ütött a az államkötvényeknek a hozama, tehát magas szinteket ütött a kamat, a jegybanki alapkamat, akkor elkezdett esni a piac. Ez itt rövid időintervallumnak tűnhet, de mivel ezek hetes gyertyák, hogyha megnézzük, ez úgy nézett ki, időhorizontra vetítve, hogy, hogy konkrétan elkezdett 2018. január végén esni a piac, aztán 2018. októberére visszamászott a piac, közel arra a szintre, ahonnan nem indult az esés. Tehát közel egy évet kellett várni, hogy visszaépüljön valamelyest a piac, és utána beszakadt, és 2018. decemberében ütött egy mélypontot, és legközelebb, a, mondjuk azt, hogy nézzük ezt a szintet, 2018. januári szintre legközelebb 2020. februárjában ment el. Oké, tehát addig volt egy kifejezetten Eső időszak, amiből utána persze kijött a, a, a gazdaság, hiszen a pénzpumpálást folytatódott, újra újabb és újabb mennyiségű pénzeket juttattak a gazdaságba, hogy megmentsék a gazdaságot. De de látható, hogy elég sokáig tartott, mire visszaépültünk egy közel azonos szintre. Most itt ne is ezt a csúcsot nézzük, hanem mondjuk tényleg akkor legyünk konzekvensek, és mondjuk nézzük ezt a csúcsot, 2019. augusztusáig tartott, míg érkeztük a 2018. januári szintre. Tehát ezzel lehetett számolni, vagy ezzel lehet számolni, hogy egy ilyen időszak az ennyire hosszú tud lenni. És amit én itt bejelöltem, Ugye, hogyha visszamegyünk ide, talán ez a mutató itt sokaknak egy kicsit barátságosabb, ha visszamegyünk ide, hogy korábban milyen meredekségekben emelkedett az S&P 500, amit olyan egészségesnek tarthatunk, akkor húzhatunk innen ebből a meredekségből, mondjuk 2009-től, hiszen láthatjuk, hogy 2009, 10, 11, 12 ben még nagyjából ugyanaz a meredekség volt, hogyha ezt a részt rávetítenénk erre a részre, meg a 98 és 2000 egy közötti részre, akkor nagyjából ez még azonos meredekségű volt. Tehát, hogyha 2009-től húznánk egy görbét, hogy milyen meredeken emelkedett úgymond egészségesen maga az S&P 500, akkor azt láthatjuk, hogy, hogy, és én ide behúztam ezt a zöld görbét, akkor azt láthatjuk, hogy nagyjából most ha az, az a meredekség folytatódott volna, és itt a pandémia idején nem kezdtek volna jobban rákönyökölni az Enterre, hogy még több pénzt pumpáljanak, akkor nagyjából itt a zöld a szaggatott vonal mentén látjuk, hogy hol kéne, hogy tartson úgymond a, a, az S&P 500, hol kéne, hogy tartson a gazdaság. Egy picit jobban rázumolok, akkor talán jobban látszik. És itt az látszik, hogy nagyjából mostanra itt tartana ezen az árszinten, itt ennek a téglalapnak az aljánál az S&P 500. Ehhez képest jóval, tehát ez, ez, hogyha nézzük számokban, ez a 3890 ponton kéne, hogy álljon, és egészségesen, és most 4415 ponton áll, illetve annak környékén áll, hogyha így nézzük, 4332 pont környékén, és, és hogyha ebből akarunk vonni egy igazságot, akkor azt lehet mondani, hogy nem lenne meglepő, ha a piac most ennek a tégla testnek a feléig visszadolgozná az árfolyamokat, feléig visszadolgozná az indexet, és ez a fele lenne az gyakorlatilag, amiben olyan közös megegyezés születhetne itt a piacon, hogy elfogadják uh, felértéknek. Hogy miért az S&P 500-ról beszélünk, amikor a, a kriptopiacokat elemezzük most? Ez azért van, mert az látszik, hogy az S&P 500 és a Bitcoin között az elmúlt időszakban kialakult korrelációs, úgynevezett korrelációs ko koeficiens most a legmagasabb. Ez azt jelenti, hogy a két érték között, tehát a Bitcoin és az S&P 500 között most a valaha volt legmagasabb az együttmozgás. Ezért kell figyelnünk azt, hogy mi folyik a gazdaságban, mi folyik a gazdaságban, ami hatást gyakorolhat az amerikai részvénypiacokra, hiszen az amerikai részvénypiacok legkockázatosabb termékeivel, vagy legkockázatosabb részvényeivel egy kalap alá veszik most a Bitcoint, és hát persze uh, mi most nem a legkockázatosabb legfontosabb indexekhez hasonlítjuk, hanem most az S&P 500-hoz, tehát magához az úgynevezett amerikai tőzsdei mozgáshoz hasonlítjuk, ugye el ezt a bitcoin. Tehát itt az látszik gyakorlatilag, hogy az elmúlt időszakokban most mostanában a legmagasabb a, korrelációs koeficiense, tehát a, a korrelációs együtthatója a két piacnak, tehát az S&P 500-nak és a bitcoinnak, ami azt jelenti, hogy ha számíthatunk arra, hogy az S&P 500, az az amerikai tőzsde tovább fog esni, akkor számíthatunk arra, hogy tovább fog esni még jelentősen a bitcoin is, és a kriptopiac is, számíthatunk arra, akármennyire is csúnya dolog ilyet mondani, hogy ez fájni fog sajnos a piacon lévőknek. De hogyha megnézzük, akkor ez azért lehet, mert elkezdtek nagyon meredeken ugye emelkedni a kamatszintek, és könnyen visszamászhatunk a 2018 környéki kamatszintekre, és a 2018 környéki kamatszintekkel kapcsolatban ugye átbeszéltük, hogy akkoriban mi történt, és akkoriban milyen meredek eséseken lett túl a piac, amit mennyi idő volt ledolgozni. Na most uh, sokan kérdezitek, tőlem is, meg magatoktól is, hogy most érdemes-e venni, mikor érdemes venni. Én azt szoktam mondani, ha megnézitek itt, uh, itt is mindenki fejtegette, Ugye annak idén, 2018-ban is, hogy mikor érdemes vásárolni. Nagyon sok ö, racionális belépő pont volt. Ugye ne felejtsük el, még egyszer mondom, hogy ez egy-egy hétnek a mozgásától eli fel egy-egy gyertya. Nagyon sok racionális belépési pont volt, meg lehetett ö, találni, nem, nem kellett a legaját soha, nem lehetett ö, elkapni, nem is volt ez a cél, de ezekben a gyertyákban nagyon sokszor volt esély nagyjából ugyanott megvenni a beszállási pontokat, a belépési pontokat hetekkel később is. Tehát senki nem maradt le semmiről, ezért nyugtatok mindenkit, hogy én azt gondolom, hogy most sem marad le senki semmiről, még akkor sem, hogyha itt egyik héten megindulna fölfele az árfolyam. Már január 1-én a közzétett Patreonos anyagban is azt mondtam, de azt mondtuk, hogy itt egészen komoly hullámvasútra számítunk az idei évben, úgyhogy nagyon sok olyan pont alakulhat még ki, amikor érdemes lehet beszállni. Ezzel kapcsolatban hoztuk be egyébként az egyharmadolós és egyötödölő stratégiát, ahol nem a teljes pén Költöd el egyből, amit rászánsz egy adott instrumentumnak a megvételére, hanem először csak az egyharmadodat, aztán, hogyha lejjebb jön a piac, akkor ott költöd el a következő egyharmadodat. Ez azért fontos, mert gyakorlatilag nő, így mindig van a ABCD terved, hogyha ellened megy a piac, de ezekről is van szó egyébként az, az oktatóanyagban is. Szóval, hogyha visszatérünk ide, akkor most nagyon fontos azt azzal tisztában lennünk, hogy milyen irányt vehet az amerikai gazdaság, és hogyha ezzel kapcsolatban vizsgálódunk, akkor azt tudjuk megnézni, hogy van egy úgynevezett ilyen gap elmélet, ez a, ezek a gapek réseket jelentenek, erről én már beszéltem máskor is, ez azt jelenti, hogyha, hogy ugye mivel a részvénypiac az nem 024 es tehát minden nap van egy zárónap, és aztán köve, vagy egy záróár, és aztán következő nap van egy nyitóár. Ez úgy alakul ki egyébként, csak hogy így tiszta legyen mindenkinek, hogy a tőzsdei nyitások is szakaszokra ö, bontódnak, és van egy nyitó ajánlatgyűjtési részszakasz. A nyitó ajánlatgyűjtési részszakaszban a tőzsdék befogadják az ajánlati könyvekbe azokat az ajánlatokat, amik alapján valaki hajlandóak venni, és valaki hajlandóak eladni. Ahol ezek az ajánlatok találkoznak, ott fog kinyitni aznap a tőzsde, az lesz az aktuális nyitóár nagyon gyakran előfordul, hogy az előző napi záróárhoz képest valahol réssel lefelé, vagy réssel fölfelé nyit a piac, vagy nyitnak a piacok. Ez azt jelenti ilyenkor, hogy hagy egy geppet, hagy egy rést, egy eddig betöltetlen rést maga az árfolyam. Nézzük meg, hogy ez hogy néz ki. Általában úgy néz ki, mondjuk például, hogyha ide megyünk, ugye ez a négy órás Négy órás nézet, december 6-án volt egy rés, ami december 7-ére alakult. Ugye kitett december 6-án zárt valahol az S&P 500, és ez december 7-én máshol nyitott. Hogyha megnézzük és ide húzunk egy ö, kis téglalapot, akkor azt lehet látni, hogy itt, most átállítani, megpróbálom átállítani zöldre, ez, ezt itt betöltötte maga az árfolyam. És uh, ha megnézzük, itt uh, rendre az, az látszik, hogy amikor van egy gap, akkor valamikor később betölti az árfolyam. Ugye itt is például kialakult egy gap, ha megnézzük, ezt elég sok idő volt, ennyi idő volt, mire betöltötte az árfolyam. Na most itt két dolgot látunk, az egyik az, hogy az egy óráson, hogyha megnézzük, akkor itt január 14-én kialakult egy rés lefelé az S&P 500-ben, amit még nem töltött be maga az S&P 500, tehát nyitva hagyott egy rést, nem jött még erre a szintre vissza az árfolyam, hogy ezt a rést betöltse, de ha visszamegyünk négy órásra, akkor pedig azt látjuk, hogy négy óráson egészen korábban, még októberben, 2021 októberében nyitva hagyott egy részt, amit mostanában fog tudni betölteni teljesen maga az S&P. Tehát e, ilyenkor erre azért elég erősen számítunk, hogy ezt a részt, ez betölti maga az árfolyam, maga az index. És akkor, mivel előbb megbeszéltük, hogy korrelál a két piac, tehát a kriptopiac is magával az amerikai piaccal, a részvénypiaca, ez egy gyakorlatilag számítatunk arra, hogy ilyenkor lejjebb jöhet még jobban a kriptopiac. De ami nagyon fontos, ezen a héten is várunk különböző adatokat, és ezek az adatok fogják tudni meghatározni a rövid távú piaci irányt. Ilyen adatok például a Federal Reserve-nek az FOMC ülése, ami kvázi egy kamat döntő ülés lesz a héten, úgyhogy ezeket nagyon fontos figyelnünk. Ezekről szó van a szombati elemzésünkben, illetve ezt a zárcsoporton belül is figyeljük, és próbáljuk folyamatában kielemezni, hogy amit mondtak, az nekünk most a piacra nézve is jó, vagy nem jó, úgyhogy ezekre mindenképpen ilyenkor fel kell készülni, hiszen a, a kamaddöntőülések azok nagyban meg, meghatározzák a piac irányokat, illetve lesz szó még a héten GDP adatokról is. Most mindet szinte lehetetlen lenne felsorolni, nem férne bele az anyagban, hogy ténylegesen ezért raktuk bele a a szombati ö, elemzésbe. És amit még nagyon fontos tudnotok itt ezzel a helyzettel kapcsolatban, hogy ugye sokan attól tartanak, hogyha emelkednek a kamatok, akkor azért szállnak ki sokan a, a, a piacokból, a klasszikus pénzpiacokból, mert hogy, mert hogy igazából akkor úgy mond, euh, euh, kedvezőbb kamatozás mellett tudják kevésbé kockázatos instrumentumokba tenni a pénzüket, tehát például államkötvénybe átnyergelnek, és akkor az van, hogy, hogy igazából kisebb kockázatvállási szint mellett tudnak infláció fölötti, infláció fölötti hozamot elérni a befektetéseikkel. De a helyzet az nem így áll. Máskor is, amikor volt magas a kamat környezet, akkor tudott azért még fölfele menni a, a, piac, hogyha megnézzük. A helyzet nem így áll. Én azt gondolom, hogy ahogyan emelkednek a kamat ahogyan emelkedik a kamatkörnyezet. Tudjátok, hogy mi az, ami még emelkedik? Hát nyilván a banki kamatok is. Tehát nyilván a banki hitelkamatok is emelkedni fognak. Ha pedig emelkednek a hitelkamatok, akkor bizony csökken a hitelfelvételi kedv, akkor csökkennek a beruházások, csökkennek az ingatlan, az új építésű ingatlan beruházások, akkor nagyon sok esetben ö, megnőhet a törlesztője azoknak a hiteleknek, amik, ö, amik lakásvásárlásra ö, fordítható hitelek voltak. Ugye itt ö, korábban a különböző. Ö, például svájci fronalaphoz ka kapcsolódó, illetve különböző nem bázis devizákban denominált hitelekhez kapcsolódó hitelek egyik rákfenéje az volt, hogy túlságosan kiszámíthatatlan volt a kamat. Ugye ez nem változik. Általában úgy van ez, hogy mondjuk euriborhoz, liborhoz, buborhoz, attól függ, hogy éppen hol vagyunk a világban. Tehát a bankközi kamatszintekhez kapcsolódnak a törlesztő részletek. Tehát az van, hogyha, hogyha x Valahány százalék a banki ö, ö, kamat, a bankközi kamat, úgymond, akkor annyi plusz valahány százalékot kell fizetnie ugye, az embernek a, a törlesztő után. Na most, hogyha emelkedik a kamatkörnyezet, akkor megemelkedhetnek a törlesztő részletek is, és mivel megemelkedett az ingatlanpiacnak az ára, na az ingatlanpiaci árak emelkedtek az elmúlt időszakokban, ezért azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag. Öm, gyakorlatilag most mindenkinek több hitelt kell fölvennie, viszont kedvezőbb kamatozás mellett kellett fölvennie a több hitelt, mint korábban. Most majd ezután több hitelt kell fölvenni, viszont kedvezőtlen kamatozás mellett, ez megállíthatja a hitelfelvételt, illetve megállíthatja a törlesztő képességét a hiteleknek, ami nagy hatást gyakorolhat az ingatlan piacra, az USA-ban is, tehát nem csak Európában, hanem mindenütt a világban. Úgyhogy ennyit akartam most egyelőre elmondani. Követni fogjuk ezeket az eseményeket. Remélem, hogy tetszett. Hogyha tetszett ez a videó, akkor iratkozz fel, illetve nyomj egy lájkot. Like ne felejtsd el, hogy csatlakozhatsz az zárt közösségünkhöz. Ez az út a Patreonon keresztül vezet meg te oda az elérhetőséget lent a leírásban, illetve van egy tananyagunk, ahol gyakorlatilag összefoglaljuk neked gyakorlati lépésekben, hogy hogyan tudsz a kriptopiacon érvényesülni. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!